stúdióban a Demokratikus Koalíció elnöke Gyurcsány Ferenc. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Szokta olvasni a Facebook oldalán a bejegyzéseihez érkezett kommentárokat? Legtöbbször igen. Tegnap? Hát vidéken voltam, késő éjszak érkeztem, hajnalban talán ránéztem, igen. Ennek nem örültek a hívei, hogy vidéken volt, és nem a parlamentben. Meglehetősen a nagy indulatot váltott ki a honlapján. A baloldal még az ilyen stratégiai szavazáson sem tudja megszervezni magát. Lehet, hogy nem lehet leszavazni, de ma kutyát a kötelessége lett volna az elnök úrnak a parlamentbe menni. Elnök úr, ön ma a parlament, önnek ma a parlamentben lett volna a helye, és nem mell szavazni a 2015. évi költségvetésre. Bocsássa meg a kemény szavaimért, de én nagyon csalódtam önben. Hát az, hogy én hogy mit gondolok a költségvetésről, azt azért választóim pontosan tudják. Tudják, mert hogy közöttük is, és ahogy látom mostanában nem csak közöttük is. Hát százezer számra vannak sorodott emberek, nem ezt ígérte nekik a kormánypárt. Hát azt mondták, hogy folytatják. De hát nem mondták azt, hogy be fogják zárni az üzleteket, hogy nem emelik a pedagógus béreket, nem mondták, hogy lesz uddi, ezért elmondtuk ezt a dolgot. És egyébként meg látjuk, hogy milyen együttműködés valósul meg a Jobbik és a Fidesz között. A parlamentarizmusnak legalább annyira a lényege, hogy különösen egy ilyen helyzetben, hogy a választóimmal immal vagyok, tegnap éppen Szegeden, azt gondolom, hogy részben halott ez a világ, sajnos, és inkább azokkal vagyok együtt és szolidarizálok, akik szemben állnak ezzel a rendszerrel. Igen, csak ön parlamenti képviselő, és véletlenül joggal kérik számon önön, a saját hívei egyébként, itt most a saját oldaláról beszélek, hogy ha ellenzi a 2015-ös költségvetést, már pedig ezt sokszor megtette, akkor akkor, amikor jön ez az ön szerinti sorsdöntő szavazás, akkor azt a bizonyos gombot megnyomja. Ez ön szerint nem jogos felvetés? Minden ilyen felvetés meg kell hallgatni és el kell gondolkodni, és közben pedig újra és újra el kell mondani a választóknak, amit gondolunk erről a dologról. Ezért féleképpen lehet kifejezni az álláspontokat és a véleményünket. Úgy, olyan tegnap kifejezték, felvonulóval, utakat elzárva, ahogyan vasárnap este tüntettek, ahogy ma estére újra tüntetést szerveznek, tüntetés, tüntetést ér. Nálam hevesebb elvi kritikusa ennek a rendszernek nincsen. Rólam aztán senki nem képzeli, hogy én ezzel a hatalommal akár csak egy fikaslit is együtt működök, már csak azért sem, nem érdemli meg. Amikor a tüntetésekről beszél, akkor beszéljünk arról, hogy vajon mi lehet az oka annak, hogy ezeknek a demonstrációknak a szervezői minden alkalommal élesen elhatárolódnak az ellenzéki pártoktól. Vagy akkor beszéljünk arról, hogy ezek a tüntetések alapvetően miért szerveződnek. Mert őszintén szóval az én számomra ebben a legnagyobb izgalom nem az, hogy mit mondanak az ellenzékről, hanem mit mondanak a kormányról. Ezeknek a tüntetéseknek a kiváltó oka az internet adótól kezdve mostanáig nem az ellenzék magatartása, hanem a kormány magatartása. Azt ígérte a miniszterelnök hogy folytatja a korábbi politikát, azzal sem értettem egyet, de azzal végképp nem, hogy úgy kormányozza ezt az országot, mintha a saját luhaduna lenne. Az emberek becsapva érzik magukat, fel vannak háborodva, hogy egyébként a csalódásuk ennél ma már szélesebb, és keresik az Orbán utáni világ alternatíváját, és abban nem mindig találják meg a mai ellenzéket, én ezen nem csodálkozom. De ennek a tüntetésnek a fókuszában nem az ellenzék van, hanem egy elfogadhatatlan, arrogáns kormány van, a kormányfő Orbán Viktor az élen, aki úgy vezeti be az útdíjat, hogy két héttel előtte értesíti a választókat. Hát természetesen fölháborodnak ezek az emberek. Jó, nézzük erről az oldalról. Azt mondja, hogy a tüntetők tulajdonképpen a kormányt kritizálják ön az ellenzék és a kormányt kritizálja. Az átfedés tulajdonképpen a kritikában az ugyanaz. És éppen ezért, mert így van, éppen ezért merül fel, hogy mi az oka annak, hogy élesen elhatárolódnak, akkor így teszem fel a kérdést. Mi az oka annak, hogy élesen elhatárolódnak a hasonló célokat megfogalmazó ellenzéktől? Hát akik nézik ezeket a tüntetéseket, és én látom a felvételeket interneten, televízióban. Én azt látom, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok különböző pártállás ember vesz ezeken részt. Látok közöttük DK-sokat, látok közöttük MSZP-seket, minden bizony a más pártbélieket is. Az a tüntetőket és a tüntetés szervezőt én szerintem érdemes megkülönböztetni. Van egy egyre növekvő népharag. Először találkozik ezzel szemben a kormány. Ez jó egyébként. Megszűnt a Fidesz felhetetlenségének a mitosza. Hogy az ellenzék keresi a helyét egy három éves ciklusnak az elején, keres új formákat, új szereplőket, az meg azt hiszem, hogy nagyon jó. Minden esetre azt kell mondani a tüntetőknek, amit mi itt hangsúlyozunk most már egy jó ideje, hogyha egy olyan kormányal áll, kor, állnak szembe, amely minden nap többet árt az országnak, mint amennyit használ, akkor nem kell belenyugodniuk, hogy 2018-ban lesz választás, nem tudok más célt javasolni, nem kitűzni, javasolni a tüntetőknek, mint hogy akarják, hogy időközi választásokkal, valamikor 2016 környékén új kormány legyen Magyarországnak. Beszéljünk a brüsszeli útjáról. Ezután hangsúlyozta a brüsszeli útja után, hogy tulajdonképpen önöknek nem céljuk az, hogy külföldre exportáljanak be politikai ügyeket. Ennek ellenére tulajdonképpen minden beszámoló arról szólt, hogy ön hogyan bírálja az Orbán kormányt. Némi ellentmondást vélek ebben felfedezni. Teljesen természetes az, hogy az Európai Unió tagjaként Szegeden vagyunk, Pécsen vagyunk, Budapesten vagyunk, Brüsszelben és Berlinben. Kevés alkalommal értek egyet Lázár Jánossal, de például akkor, amikor azt mondta, hogy Brüsszel az belföld Magyarország számára, amikor átvitték az Európai Ügyek intézését a külügyből Brüsszelbe, akkor ezzel egyetértek. És ter ahogyan természetes volt, hogy ellenzéki vezető korában Orbán Viktor az Európai Néppárt ülésein rendszeresen részt vett és kritizálta Magyarországot. Soha nem kértem ki magamnak. Mondj el a véleményét. Magyarországon az Európai Unióban az a diktatúra logikája, hogy aki nem ugyanúgy gondolkodik a magyar nemzet érdekről, mint az éppen hatalmon leívők, akkor azok hazaárulok és panaszkodnak. Én nem panaszkodok. Én azért mentem Brüsszelbe, hogy elmondjam, hogy létezik egy másik Magyarország, egy nyugodtabb, egy demokratikusabb, amely nem ellenségeket keres a világban, hanem partnereket. Partnereket kerestem Brüsszelben, és találtam is partnereket ahhoz a politikához, amit ma a demokratikus koalíció képvisel, mint a leginkább az Európai Együttműködés mellett elkötelezett magyar párt. Most már nincs időnk arról beszélni, hogy milyen, hogyan valósul meg a gyakorlatban ez a partnerség, mert még szeretném, hogyha Veszprémről egy pár mondatot eljtenénk. Azt mondta az LMP egyébként a az eddigi kommunikációhoz képest szokatlanul, hogy fogjon össze minden ellenzéki párt. De azt a, azt a támogatottat nem tudják támogatni, akiket például önök hajlandóak a kompromisszumot kötni? Hát az LMP, hogy össze akar fogni a Veszprém demokraták többségével, akkor nagyon egyszerű dolga van. A demokratikus koalíció, az MSP, az Együtt, a PM, a liberálisok, a helyi civilek sokasága megállapodott egy jelölben, Nem fogja a farok csóválni a kutyát. Az LMP eftelen módon régóta a Fidesz szekerítója. Most is ezt csinálja, meg akarja osztani a demokratikus ellenzéket. Van közös jelöltje az ellenzéknek. Megtaláltuk, nyitott az út az LMP számára, hogy csatlakozzon hozzá. Láttunk már olyat, hogy kulcspozícióban a lévő jelöltet az utolsó pillanatban lecseréltek. Igen, javaslom is az LMP-nek, hogy prálásunk után nincs is kulcspozícióban jelöltje, hagyja el EDRI javaslatát, csatlakozzon a mi jelöltünkhöz. Tehát önök nem fognak engedni? Nem. Az előző percekben a Demokratikus Koalíció elnökét Gyurcsány Ferencet hallották.